Már előrendelhető a legújabb könyvünk, a Jelképek könyve. Támogasd a munkánkat az előrendelésével. A YouTube már tele van Petőfi életéről szóló videókkal, arról viszont senki nem egy szót, hogy Petőfi milyen ideológiával rendelkezett. Már tapasztalhattuk, hogy a mindenkori politikai rendszerek Petőfi világnézetét megpróbálják eltorzítani úgy, hogy beleilleszkedjen narratívájukba és kompatibilissé váljon ideológiájukkal. 2024 márciusában fogják bemutatni a körülbelül 6 milliárd forintból készülő Most vagy Soha című magyar filmet. A készítők, azaz Rákai Filipék szerint sokféle kép él Petőfiről, amelyek köszönő viszonyban sincsenek a valósággal, de ők majd megmutatják a filmben, hogyan is volt igazából. Nos, nekem van egy olyan érzésem, hogy a sokféle narratíva mellett csak egy újabb, valaki másnak kedvező narratívát fogunk kapni, és ez a film sem fogja bemutatni a teljes valóságot Petőfiről. De ne legyen így. Ez pedig egészen egyszerűen azért lehetséges, mert Petőfi világnézetének teljes egésze minden politikai oldalnak ciki volna. Ezért mindig csak egy-egy szeletét mutatják be a valóságnak, és vállalják azt fel, míg mellette minden mást elhallgatnak. Tehát lényegében kiszemezgetik a számukra felvállalható elemeket. Én viszont, aki nem vagyok senkinek sem az embere, sem egy politikai táborban nem tartozom, vagy mondhatnám úgy is, hogy Soros Gyuri bácsitól is és Mészárostól is jó sok pénzt kapok, úgyhogy nekem nem lesz ciki bemutatni az érem mindkét oldalát. Szóval, hogyha érdekel Petőfi világnézetével kapcsolatban a teljes kép, akkor tartsatok velem! Az alapkérdés, hogy ki volt Petőfi. Petőfi Sándor költő és író volt, az 1848-as 49-es magyar forradalom és szabadságharc egyik vezető alakja. 1842-től tanulmányait félbehagyva fordult a versírás, műfordítás és színészet felé, majd 1844-től jó részt saját műveinek kiadása céljából szerkesztőként tevékenykedett. Később pedig 1846-ban belemerült a politikai életbe is. Ebben az időszakban alakult meg a konzervatív párt, amely voltaképpen liberális konzervatív volt, nem pedig reakciós. Ez azt jelenti, hogy bár a Magyar Királyság jövőjét a reakciósokkal együtt a Habsburg Birodalmon belül képzelték el, de jelentős reformokat szorgalmaztak a gazdaságban, közigazgatásban és társadalmi téren is, tehát támogatták a politikai átalakulást, csak egy stabil, fokozatos és viszonylag lassú folyamat eredményeként. Mivel elutasították a forradalmat, a nemzeti liberálisok és a szocialisták, az osztrákok bábjainak tartották őket, a reakciósok, viszont felforgatóknak, akik csak a módszereikben különböznek a csúnya forradalmároktól, a céljaikban viszont nem. A liberális konzervatívokkal szemben jött létre az ellenzéki kör, amely ellenzéki párttá nőtte ki magát 1847-re. Legtöbb programpontjukat elsősorban az 1789-es francia forradalom liberálisainak törekvései ihlették. Ők voltak a polgári nacionalisták, vagy más néven nemzeti liberálisok, legismertebb vezetőjük pedig Kossuth Lajos volt. Alakulásukkor Petőfi elszavalta a Nép nevében című költeményét, amelyben a feudális rendszer megszüntetését, a társadalmi egyenlőség követelését fejezi ki, valamint védelmébe veszi a parasztságot a kiváltságosokkal szemben. Majd a vers végén a fennálló rendszert fenyegeti, hogy adják meg a népnek a követelt jogokat, különben egy Dózsa György féle felkeléshez hasonló szellemű lázadásra számíthatnak a kiváltságos urak. Ebben az időben alakult meg a Fiatal Magyarország nevű polgári nacionalista klub, melynek tagjai rendszerint a Pilvax kávéházban találkoztak, vezetőjük pedig Petőfi volt. Ez a szervezet egyébként nem volt egyedi, hiszen ebben az időben számtalan ilyen fiatal, névre hallgató mozgalom vagy klub alakult Európa szerte. Az egyik ilyen volt például az 1831-ben alapított Fiatal Olaszország, amit Giuseppe Mazzini olasz forradalmár kezdeményezett.
Ez a Fiatal Magyarország nevű klub volt az, amely megalkotta a híres 12 pontot, mely egyaránt tartalmazott szocialista, nacionalista és liberális követeléseket is. Most pedig láthatjátok az ábrán, hogy egy-egy pont melyik ideológia magyar képviselőinek fejéből pattant ki. A függetlenségről, jogok eltörléséről és újak beiktatásáról, valamint a szabadságról szóló igényeket fogalmazták meg a korona felé. A magyar forradalmi törekvés már ekkor visszhangozta az 1789-es francia forradalom eszméit, úgy mint a társadalmi egyenlőség elérése, az arisztokrácia felszámolása, az új államrendszer kialakítása, a régi rend megszüntetése, a liberális, nacionalista és szocialista ideák összefogása a konzervatív rendszer ellen. 1848. március 13-án Petőfi megírta a Nemzeti Dalt, amely végül a magyar forradalom legjelentősebb dala lett, valahogy úgy, ahogy a francia forradalom idején a marsziliai ének. Petőfi a Nemzeti Dallal próbálta meg feltüzelni az elégedetlen népet a régi rendszerrel szemben, a demokratikus ügyért és a függetlenedésért. Mivel az uralkodó elutasította a 12 pontban foglaltakat, a szabadság, egyenlőség és testvériség gondolatával 1848-ban kitört a forradalom. Az a forradalom és szabadságharc, melyben Petőfi rejtélyes és máig tisztázatlan körülmények között életét veszítette. Most pedig lássuk a legfontosabb kérdéseket. Milyen viszonyban állt Petőfi a konzervativizmussal? Ellentétes viszonyban, ugyanis akkoriban a konzervatívok vagy a fennálló rendszer, vagy a lassú változás mellett álltak. Petőfi azonban a társadalmi berendezkedés gyors és gyökeres megváltoztatását tűzte ki célul. Verseiben a jogi egyenlőség, a politikai szabadság és a köztársasági eszményképei jelennek meg, melyek mind ellenszembesek voltak a régi rendszer támogatóinak szemében. Az úgy szólván már természetes, hogy a magyar ultrakonzervatív reakciósok máig mélyen elítélik Petőfit, és a nemzeti emlékezetben kiépült forradalmi kultuszt igyekeznek lerombolni. Az viszont új fejlemény, hogy a liberálisabb konzervatívok, akik az 1847-es konzervatív párt szellemi örököseinek mondhatók, ugyancsak elkezdtek távolodni Petőfitől, ezzel felmondva a kiegyezés óta fennálló nemzeti konszenzust. Mit gondolt Petőfi a korai kommunista nézetekről? Egyesek szerint Petőfi közelebb állt a kommunizmushoz, mint a liberalizmushoz. Igen, még Rákosiék a plakátjaikon is büszkén hordozták Petőfi arcképét. De vajon jogosan? Való igaz, hogy Petőfi szociálisan érzékeny volt. A parasztság és a városi munkásosztály helyzetét felháborítóan igazságtalannak tartotta. Sőt, a parasztság értékeit és életét olyannyira szívén viselte, hogy többek szerint Petőfi már-már valamiféle agrárszocialista volt, aki ismerte és méltatta a francia kommunista Gracchus Bebeuf tanait. Ez azonban csak afféle történelmi pletyka. Az viszont bizonyos, hogy Karl Marx dicsérte Kossuth Lajos forradalomban betöltött szerepét és általában a forradalom ügyét, de Magyarországon ekkor még nem voltak követői, hiszen Marxék kommunista kiáltványa csak a szabadságharc évében jelent meg. Viszont igen, ebben az időben különböző radikális és utópista szocialisták egyébként már tevékenykedtek, ilyen volt például Táncsics Mihály is. Bár sok az átfedés az elveik terén, Petőfi és Táncsics között valószínűleg nem volt közvetlen kapcsolat, így nem lehetünk biztosak abban, hogy mennyire értettek volna egyet egymással. Jó, de akkor mi Petőfi ideológiája? Én az eddigi olvasmányaim, ismereteim alapján úgy gondolom, hogy Petőfi egy humanista, polgári nacionalista, demokrata, szabadelvű és szociális gondolatokat ötvöző személy volt. Azt ugye nem lehet pontosan meghatározni, hogy saját korában milyen ideológiába illeszkedne, mert az 1800-as évek első felében a legtöbb ideológia még éppen, hogy csak a szárnyait bontogatta, a kiteljesedéseiket pedig Petőfi nem élhette meg. Mindazonáltal úgy vélem, hogy ha Petőfi világnézeti gondolatait a mai korba helyeznénk át, vagy mondjuk a 20. századba, akkor nagyjából egy szociáldemokrata hazafinak mondható. De véletlenül sem tisztán liberálisnak, vagy kommunistának, pláne nem konzervatívnak.
Ha szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor a videó elején már említett könyvvásárlással vagy a Patreonnal való pénz támogatással teheted meg. A következő videóban J.R.R. Tolkien világnézetét mutatom be nektek, ha érdekel titeket, iratkozzatok fel és tartsatok velem. Sziasztok!